Kis Tarcsán az elmúlt időszakban több belterületi közút kapott szilárd burkolatot köszönhetően a lakossági, illetve a vállalkozói hozzájárulásoknak, valamint az önkormányzat szerepvállalásának. A Nagy Tarcsai úti ipartelep forgalmát bonyolító út kivitelezéséhez az ott működő vállalkozások 7 millió forinttal járultak hozzá. Megkereste a képviselőtestületet az ottani vállalkozó közösség, hogy szeretnék, hogyha hosszú évtizedek után végre leburkolásra kerülne az adott útszakasz a területen, és ebben hajlandóak lennének ö, anyagilag is ö, áldozatot vállalni. Összességében 7 millió forintot gyűjtöttek, ö, vagy esetben ö, raktak ők össze, amit aztán ugye az önkormányzat számlájára utaltak, és az e feletti összeget ö, rakta hozzá aztán az önkormányzat, és így valósult meg a a beruházás. F fontos tudni, hogy ez egy extra tartalma ellátott útszakasz, hiszen ö, teherautó forgalmat kell minden ö, nap ö, elviselnie, tehát itt dupla rétegű aszfalt került lehelyezésre egy megerősített szegéllyel, és ez alatt pedig 30-40 centi zúzott költ található. Tehát elméletileg nem szabadna, ugye, hogy megsüllyedjen a jövőben. Ezen kívül vízelvezetési feladatokat kellett az adott területen megoldani, valamint a magyar közúthoz és a különböző közművekhez is igazodni kellett a beruházás során. Én szerintem ez egy nagyon sikeres projekt lett, és mondhatni egy példaprojekt, hiszen. Megmutatkozott az, hogy ha a lakosság vagy a vállalkozók összefognak az önkormányzattal, akkor régóta várt beruházások tudnak megvalósulni. A Tulipán utca teljes, a Tulipán köz részleges megépítéséhez az ott élő lakosok több mint két millió forinttal járultak hozzá. A Tulipán utcai beruházás lakossági kezdeményezésre és igényre valósult meg. Már a kezdeti időkben januárban szó volt róla, hogy szeretnék a lakosság, hogy egy szilárd aszfaltburkolat kerüljön a megépítésre, mind a Tulipán utca, mind a Tulipán közben. Az önkormányzat ezt felvállalta azzal a kikötéssel, hogy a lakosság önerővel kell beszállniuk a beruházásra. Erre júniusban egy lakossági fórumon sor került, mely során a lakosság felvállalta, hogy megfelelő öndész biztosít a beruházáshoz. Összesen 27 család jelezte, hogy hajlandó beszállni az úti építésébe, amely során júliusban ez meg is valósult. Bruttó 14.371.000 forintban került a tulipán, és a tulipán utca egy részének a leaszfaltozása. Ennek a öndészre pedig ugye a lakosság 2 millió 220 ezer forinttal szállt be. Megelőzte még természetesen a beruházást, ha egy lakossági összefogás, illetve itt én szeretném megköszönni itt, a lakos, itt az utcában egy bizalminak, Kiseli András Györgynek, aki a lakosságot összefogta, és így szinte azt lehet mondani, hogy egy hónapon belül megvalósult a beruházás. Ugye az önkormányzattól, illetve a képviselőtestettel egy olyan felhatalmazást kaptam annak idején, hogyha legalább két millió forintot tud az lakosság biztosítani a beruházásra, akkor akkor meg tud valósulni az az út. Így is látszik, hogy szinte egy hónapon belül ezt a 2.220.000 forintot átutalta a lakosság az önkormányzat részére, így a vállalkozó elkezdette a út építését, és körülbelül két hét alatt ez meg is valósult. Ennek során közel 3.300 négyzetméteren került aszfaltozásra az út, 11 darab csatornafedő került kiemelésre, valamint ugye az a két út szélén pedig patka került megépítésre, és három darab kapubeálló került átépítésre. A tulipán közben, ahogy, ahogy említettem, hogy csak részben valósult meg a beruházás. Jövőre ugye szeretnénk még befejezni a maradék részt az Árpád vezér és a Terézi utca közötti résznek is a megépítését. A Tulipán utcában szükség volt-e a vízelvezetés megoldására? szükséges lesz majd, bizonyos helyeken meg kell valósítanunk a vízelvezetést, de természetesen ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, úgy tudjuk megvalósítani, hogy ahogy megépült az út, látjuk azt, hogy merre folyik a víz, hova szükséges árkokat létesíteni, de mellette a tulipán közben viszont már most megépült egy komoly szikasztorrendszer, úgy ott a, a, körzetben a legalacsonyabb pont, ha van itt a tulipán és a tulipán kös sarkán lévő résznek, oda négy irányba folyik a víz, és innentől kezdve ugye ott sajnos sokszor kialakult úgynevezett tó is. Ezzel most, ahogy megépült ez a komoly vízelvezető rendszer, meggátoltuk, illetve megakadályoztuk, hogy ez kialakuljon. Alapvetőleg már a meglévő útjainknál is igyekszünk a vízelvezetési problémákat, illetve a karbantartási feladatokat ellátni itt ilyen átereszekre gondolok, szikasztókutakra, szikasztóárkokra, vagy akár rendes átereszekkel látott árokrendszerekre. Idén például Móra Ferencben is nagyon sokat sikerült ebben előrelépnünk. lépnünk. Így úgy most már a Móra Liget egyéb utcáinak a vízevezetését is fokozatosan el fogjuk tudni kötni, de ez a város több pontján is, akár kiebeső városrészeket nézünk, akár központi városrészeket, minden ahol szükség van folyamatos karbantartásra és fejlesztésre. Természetesen az új utak építésénél Igyekszünk már arra törekedni, hogy hosszú távon gondolkodjunk, tehát a fenntartásra is ö, odafigyeljünk, illetve arra, hogy a mostában egyre sűrűbb extrém időjárásnál milyen problémákat szembesülhetünk a jövőben. Éppen ezért úgy, ahogy a nagy Tartsai útnál, úgy a Fitos utcánál is ö, kiemelten foglalkoztunk azzal, hogy a vízelvezetési problémák is meg legyenek oldva, vagy a vízellátási feladatok, fejlesztések is megvalósuljanak. Az ön körzetében hány ö, utat kellene még szilárd burkolattal ellátni, azokról érkezett -e lakossági felkérés, esetleg szervezés alatt van-e már némi lakossági hozzájárulás? De, ahogy említettem is, ugye a Tulipán köznek egy ott már lakossági kezdeményezés érkezett részünkről, azonban úgy itt a költségvetés függvénye, hogy meg tudjuk valósítani a beruházást, én bízok benne, hogy ezt jövő évben a költségvetésbe be tudjuk tervezni, és meg tud épülni. Valamint van még egy utca, a Terézia utca, ott ugye az egyik oldalon, a bal oldalon vannak lakóházak, hegyenlőre, ott még nehezebb megvalósítani ezt a aszfaltos útmegoldást, hisz ugye a lakosság, tehát a utcának csak az 50%-a van beépítve. Kistarcsa 8-as számú körzetében egy ingatlan elidegenítéséből származó bevételt fordították a Fitos Sándor utca aszfaltozására, melyre azért esett az önkormányzat választása, mert az utca teljesen beépített, valamint közvetlen kapcsolata van már szilárd burkolatú úttal. A nevezett utca teljes hozban történő aszfaltozása 11,5 millió forintba került. A város alpolgármestere szerint a kellő számú útépítés több tényező is akadályozza sajnos itt az agglomerációban nem vagyunk egy kedvező helyzetben. Tehát egyrészt nincsenek kiírva utak fejlesztésére pályázatok, ha van is nagy ritkán, akkor ott is a kedvező, kis kedvező fekvése miatt nem igazán szoktunk bekerülni a nyertesek közé, inkább az szokott történni, hogy kifejezetten kormányzati támogatásokban részesülünk, mint például Hunyadi úton, de ezeknek a száma nem olyan mértékű, hogy a kis tacsán ezt a nagymértékű út problémát kezelni tudjuk. Emellett sajnos az iparűzési adóbevételünk se egy kimagas a lakosság számhoz mérten, sőt kifejezetten alacsony, hiszen sajnálatos módon a 90-es évek végén, 2000-es évek elején egy szerintem egy eléggé nem átgondolt, hibás városfejlesztési politika valósult meg, és míg a környező a nullás mellett hatalmas ipari parkjaik vannak, amiből bevételt tudnak, bevételre tudnak szert aztán fejleszteni tudják a város lakott részeit, itt kis tartsán, ott is lakó, lakóövezet épült, és ahol most ö, azzal kell szembesülnünk, hogy utakat kell folyamatosan építeni. Na most emiatt, hogy se pályázat, se adóbevétel, se pedig helyi adókivetés, így gyakorlatilag nagyon szűkösek a forrásaink, amiket útépítésre tudunk fordítani. Főleg úgy, hogy arra is gondolni kell, hogy az intézményeinket, is, iskolát, óvadát is folyamatosan fejleszteni és bővíteni kellett, hiszen a betelepülő lakosság nagy része fiatal házaspár, akik még csak most jönnek majd, vagy most jöttek a gyerekek, aminek alapvetően mi nagyon örülünk, hogy fiatalodik a település szembe menve az országos tendenciával, de ugye akkor az olyan anyagi terhet róla a városra, amit külső forrás bevonása nélkül nem tudunk megoldani. Emiatt indult el az a kezdeményezési forma, hogy az adott területen lévő lakosság, hogyha beszáll úgymond az adott projektbe, akkor az önkormányzat igyekszik hozzátenni a nagyobbik őre első részét. Éppen ezért azt tudom javasolni az új területen lakóknak, hogy amennyiben szeretnék, hogy minél előbb megvalósuljon az adott területen az útfejlesztés, Keressék meg az önkormányzati képviselőket, aki el fogja mondani, hogy ö, mi ennek a módja, ö, mi hogy kell megkeresni az önkormányzatot, hogyan kell ilyen fejlesztői közösségbe tömörülni, megadjuk hozzá a tudás hátteret, a jogi hátteret, tehát mindenféle támogatást, és természetesen amennyiben ö, ott sikerül egy ilyen összefogást létrehozni, akkor a költségvetés függvényében tudjuk ezeket az útépítéseket ö, támogatni.